2015 után idén szeptember 22-én ismét megrendezik az immáron 9. Indian Canoe túlélő versenyt. A hídról belógatott szőlő elfogyasztása kéz nélkül, vagy a lajhármászás is szerepelt 3 évvel ezelőtt a feladatok között. Idén 23 feladatot kell teljesíteni a 33 kilométeres táv során. A versenyre 4 fős csapatok jelentkezhetnek, legalább 1 hölgy taggal. Azt nem tiltjuk, hogy 4 hölgy hevezzen egy kenuba, viszont azt már igen, hogy 4 férfi. A szervezők a sport népszerűsítése mellett a környezet megóvására is szeretnék felhívni a figyelmet az eseménnyel. A Célűz csatorna önmagában egy olyan lehetőséget tud adni, amit még manapság nem igazán használjuk ki. És azt hiszem, már nem igazán pontosan emlékszem, hogy a 2006-ban kezdtünk egy olyan túlélő versenynek a megvalósítását, ami arról szól, hogy végig kell levezni az Célűz csatornát, és különböző ügyességi feladatokat kell útközben a csapatoknak megoldani. Na most ez a verseny a mai napig mindent borít, ami a evezős versenyekkel kapcsolatban szokott lenni, hiszen csak 4 személyes csapatok nevezhetnek. Ez elsősorban a távnak a teljesítése miatt számunkra fontos, mert azért a 33 kilométert le is kell levezni, nem csak végignézni rajta. Idén is Gyuláról indul majd a mezőny szeptember 22-én 10 órakor. A feladatok teljesítése közben Békés Csabát érintve a 33 kilométeres táv célja Békésen lesz.